Ez évben ünnepli 10. születésnapját a Civil Központok Országos Hálózata. 2012-ben összesen 20 civil szervezet nyerte el az első alkalommal meghirdetett Civil Információs Centrum címet, köztük az EHO Innovációs Műhely is, amely az évfordulón a hálózat tagjaként annak munkáját bemutató tárlatot állított ki a Fehérvári Civil Központ előtti téren. A kiállítást Molnár Tamás, Székesfehérvár civil ügyekért felelős tanácsnoka és Zugor Zsuzsanna, az EHO Innovációs Műhely elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Elmondhatjuk azt, hogy unikális módon Székesfehérvár megyéváros országos szinten kiemelkedő forrás töbletet tud hozzáadni azokhoz a támogatásokhoz, amelyek mondjuk a kormányzattól érkeznek a civil szervezetekhez. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az elmúlt három év bebizonyította azt, hogy egyébként a civil szektor milyen sokat tud hozzátenni ahhoz a feladatmegoldáshoz, vagy az a feladatkezeléshez, ami a székesfehérváriak számára többletszolgáltatásokat nyújtanak, és szerencsére jól működött az együttműködés, ami a civil szervezetek és az önkormányzat megálmodott, és az elmúlt években is tudtunk segíteni sok-sok székesfehérváriak közösen. A Civil Információs Centrumok célja a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése és az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó tanácsadás, a szabályszerűség fokozottabb biztosítása érdekében. Feladataik közé tartozik továbbá a külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése is. 12-ben volt az első ilyen pályázat, azóta 4 ciklusban hirdették meg. EHO Innovációs Műhely szerencsére mind a 4 pályázaton sikeresen tudott szerepelni, és 12 óta megyénkben mi látjuk el ezt a feladatot. Ugye volt változás 18-2020 között, a miniszterelnökséghez került a hálózat, és 20-tól pedig civil közösségi szolgáltató központ néven látjuk el a feladatot. Jelenleg országosan 20 civil közösségi szolgáltató központ működik a hálózatban. A közös munkát erősítik az országos találkozók és az olyan közös országos kampányok, mint a civil véradás, a civil konferencia, a civil nap, az adventbőrze, vagy a most zajló civil vezetők workshopja. A mostani kiállításon 10 civil központ elmúlt 10 esztendejében nyerhetnek betekintést az érdeklődők.